Jó reggelt mindenkinek! Ritkán szokott 4 k videó lenni a csatornán, és azok eddig jellemzően a Mi 8 készültek open kamerával manuális beállítások mellett, nem mindig, de leggyakrabban, most viszont hát azon kívül, hogy körülnézzünk a kertben és fölmérjük a károkat, azon kívül ez egy Samsung Galaxy S23 test, 4K, 30 FPS, teljesen automatán a gyári szoftverrel, ami van, egyedüli változás, hogy H265-öt nem használunk, visszajtottam H264-re, mert hát a H265-re készült fájlokat nem szerette az általam használt szerkesztő program. Szép reggeli fények vannak, azért választottam ezt a napfelkelte utáni időpontot. Azt látom én a kamera képében, egyébként, hogy sokkal világosabb a kép rajta, mint amilyen valójában. Ö, brutálisan világosabb. Ö, nincs ekkora fény ott az üvegházis környékén, és a színek egy kicsit túlszaturáltak. Tehát a zöld az így vibrálóbb zöld, mint amilyen. De egyébként nagyjából ezt fogjátok látni. Hát persze, még valamennyire. Szerkesztés és a YouTube-ra feltöltés majd rond rajta. Na, hát a kertben már lassan egy hete nem jártam. Ez több oknak is köszönhető. Az egyik, hogy nem értem rá, a másik, hogy gyakorlatilag folyamatosan szakadt az eső, és amikor nem szakadt az eső, akkor fújt a szél, vagy szakadt az eső és fújt a szél. Tehát kurva idő volt, ami kellemetlen, mert a paradicsomnak például már napsütés kellett volna. Úgyhogy Na, de szarul nézel ki te, te nyomorult. E, mindenféle rosszra számítok odakint, de ma mindjárt meglátjuk. Ugye a legrosszabb szkenárióra készüljünk föl, ami azért jó, mert ha nem lesz olyan rossz, akkor mindjárt jobb érzés a helyzet. Az egyik, hogy a paradicsomok mindegyike szétrepett és szétdurant. <laughs> Ez az egyik lehetőség, hiszen állandóan esett, és tényleg, na, ha nem kellett volna, most napsütés kellett volna. Tavaly nyáron ugye egy szemeső nem esett két hónapig, valahogy a kettő keveréke lenne az ideális. Aztán a szélvihar miatt elképzelt, hogy a körte letört. Vagy valamelyik ágai. Úgyhogy hát erre is föl vagyok lélekben készülve, bár valahogy titkokra reménykedek, hogy hát ha nem. Nem volt időm foglalkozni azzal, hogy kitámasztam. De. Mindjárt kiderül, hogy mit bírt. Hú, mennyivel világosabb itt minden. Nagyon túl ég a táj, én azt látom, hogy, hogy, itt a, a kijelző ott, túl túlhúzza nagyon. Ja, a kukoricát azt én, én tapostam le. Leszettük az összes kukoricát, ezt még a, a rossz idő előtt csináltam. Úgyhogy az oké, okay, hogy így néz ki. Na, következő kérdés a tök. A tökökkel ugyanis az történt utoljára, amikor láttam őket, hogy kurva nagy a parlagfűt körülötte le kell majd nyírni, hogy le volt kókadva, hát itt van, látszik is a nyoma most már, valami gomba elkapta a tököt, és hát én rámentem ismét Amazonnal, ugye ez az a bizonyos baktérium biológiai védekezése, ami gomba ellen jó lenne, de láthatóan itt semmi nem maradt a leveleiből, ott még valamennyi van, de ott is, hát így ki van lapulva. És ez már új, ilyen kilapulás a leveleknél, mert, mert ilyen volt eredetileg, amiből most ez a megbarnult lófasz maradt végül. Ugye az. Az előtte ugyanilyen, ugyanilyen kifekült volt. Na most, mielőtt ilyen kifekült lett, két héttel azelőtt permeteztem kb. Amazonnal, és hát most az esők előtt ismét permeteztem Amazonnal. Ez biztos, hogy valami gombakorság nyírta el. Minden így le van liffenve, tehát ez ilyen plöty. Macska jó lenne, ha most nem terrorizálná közben. Látjátok? Nem tudom, mi ez. De végül is, hát a többi része ott még megmaradt a növénynek. Nem tudom, hogy ez sikerként vagy kudarcként könyvelhető-e. Ennyire még sose volt nekem lerottyamba egy tököm se. Igaz, sütőtökön nem is volt eddig csak főzőtök. Igaz, hogy viszont nem is volt ilyen nyár, hogy folyamatosan esik. Igaz, hogy eddig viszont, ha permeteztem, akkor azt rendes gombaölővel permeteztem, nem pedig biológiai úton próbáltam megakadályozni. Úgyhogy igazániból most nem tudom, hogy a helyzet az az, hogy ezt sikerként könyveljük el, hogy csak ennyire lett rotyra, és ez az Amazonnak köszönhető, hogy csak ennyire lett rotyra ilyen eső közepette, vagy inkább kudarcként könyveljük el, hogy hát hiába permeteztem Amazonnal, ilyen rotj lett. Nem tudom, most jelenleg nem vagyok benne biztos, hogy jövőre is megmaradok annál, hogy nem fogok használni vegyszert. Az viszont tény mondjuk, hogy mikor már ilyen tökök vannak rajta, akkor már így se úgyse permeteznék vegyszerrel, tehát eh, lehet, hogy ah, nem tudom. Lehet, hogy jövőre azt fogom csinálni, még nincs rajta tök, addig rendesen permetezek, és amikor van, akkor pedig már, már Amazonnal nem tudom. Na milyen jó nagy főzőtök lett ott. Ott is nő egy piciketök. Ismerkedjünk a zoom kamerával. És ugye nagy látószög. Ennek egyébként a nagy látószöge az kevésbé nagy látószögű, mint az A72-é viszont szóval a képminősége az láthatóan jobb. Na, hát jöjjünk át ide Paradicsom Földre. Ja, Paradicsom. Ugye én euh, idén is euh, permetezgettem kalciummal, euh, paradicsomot és paprikát is, de eddig alapvetően a paprikákon voltak korábban csúcsorodhatásra. utaló jelek, hát mondhatjuk hadás. Most viszont idén találkoztam először a Paradicsomon is hadással ide múltkor félre is tettem, gyönyörű szép nagy paradicsomok, de mind meg voltak csúcsrodhadva. Ez a lilás, aminek ugye az aja piros, ezek teljesen jók, ezeken egyiken se volt csúcsrothadás, ezek nagyon jól működnek. Kétfajta paradicsom érzékeny ezek közül a csúcsrothadásra, az egyik az az, macska, ne már föl, hát! tehát az a fajta ilyen kerekebb lapos, nem tudom, hogy ez nem a Heinz, esetleg véletlenül, ő rajta volt csúcsolodhat, illetve, hát ő rajta is volt a csúcsoson is, azon a kis hegyes fajtán, azon, ami egyébként szerintem ugyanez, mint ez az ökörszív, ami látható a marha nagy, egy kicsit kiebb zoomolok, de, ugye nézzük ennek az újnak is van, ennek talán nincsen, ott az alsót, megtapogatjuk, mert innen nem látok oda. Talán annak sincsen. Lehet, hogy szerencsénk lesz, és csak az első szériában volt, mert például egy ökörszívet, azt például emiatt még nem tudtunk tesztelni, meg kóstolni. Igen. Látjátok, azért ez jó nagy paradicsom lesz. Igen, és nincs meg az zajja. Ha a macska nem lögdösni a kamerát, akkor jó lenne a helyzet. Szóval, hogy ez ilyen jó nagy. Na, akkor lehet, hogy az első hullámba volt csak. Aztán szintén nem, nem érzékeny a csúcsorodhatásra az sem. Úgyhogy ez, a, ez a kicsike. Úgy. De hát nem nagyon értek a paradicsomok, ahogy látom. Ami nem csoda, mert gyakorlatilag napot nem láttunk. ott is azért nőnek szépre, de hát nem, nem történt pirosodás. Szóval lehet, hogy akkor szerencsénk lesz. Mindegy, én még most lelkesen fogok kálciummal tovább permetezni, bár ugye a kálcium az már tehát akkor működik a csúcsrothadás ellen, amikor még nincs bogyó. Vagy ilyen nagyon picika a bogyó, akkor lesz igazániból a hámszövete érzékeny a növénynek a hiány miatt, és tud utána később begombásodni. Tehát igazániból a csúcsolathadás ellen, már ha most permetezek kalciummal, csak azzal tudok védekezni, mert majd eztán fog teremni. Ilyen nagyon kicsike, bogyós, ezeknek már nem segít, de reméljük, hogy ezekkel meg segít a korábbi permetezés. Úgyhogy hát ja itt múltkor azért itt jó sokat leszettem, és ezek mind-mind csúcs. Látod, itt a kerek, ezt mondtam, hogy ez a kerek lapos, ennek is az alja ki volt rohadva, de ez volt egy ilyen hatalmas ökörszív, nézek mekkora. De hát csúcsrohat volt. Na mindegy, most már nincs, úgy látom. Tehát most kop, 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 kop. Most viszont napsütés kéne kurvára. Ugye őket is egyébként lepermeteztem múltkor, tehát ő, ők is kaptak Amazonnal preventív jelleggel. Hát gyakorlatilag este lepermeteztem, és utána jött is másnap az eső. És egy héten keresztül esett, és az utóbbi egy-két napban megfújt hozzá a szél is. Meg volt, hogy csak magába. Na, Hát menjünk tovább, derítsük föl, hogy akkor miket látunk még itt a kertbe. Körtefa, az itt szemre nincs letörve. Ez jó hír. Ja igen, itt a kétfajta körte, ezen is már lehet, hogy vég leérett a, a, és lepottyant és lerohatta. És nem pottyant még le. Ezt sose tudom, hogy melyik az, amelyik hamarabb Megérik, mert olyan csalókai, nem tűnik puhának, hú de, hú de, túl van világosítva és túl van szaturálva egyértelműen, tehát nagyon világító zöld, és fényes a kezem. Ez olyan, túl is van égve, legalábbis itt a telefonképén túl is van égve a kezem. Ez olyan két blendével majdnem följebb húzza a fényt körülbelül, mint ahol járunk. Hát aki aki fotózik, azt tudja, hogy kb. mennyivel vagyunk előrébb. Szóval egyébként szépnek tűnik a képe. Ne? E, nem tudom eldönteni, hogy a Vilmos vagy a másik az, de úgy tűnik most még egyik se érett. Tavaly voltunk így, hogy nézegettük, nézegettük, még kemény, még kemény, még kemény. Kijöttünk legközelebb, plöty! Na, hát szóval lógatja az ágait. A nagy van, nem kicsit, nem kicsit lógatja az ágait, de úgy látom, hogy nem tört le sehol. Ez euh, nagyon jó hír, mert most már nem nagyon fognak ezek a körték, úgyhogy ha eddig nem tört le, és látjátok, ott van a repedések a törzsén, de ez az, amit múltkor ugye néztünk, hogy ott mik azok a repedések rajta, de ugye ez itt több fán is megjelentek repedések, csak rajta jelentek meg a legdurvában, pedig aztán idén messzelve volt mindenki, meg ugye nem is tél végén jelentek meg a repedések, hanem hanem ilyen június, ilyesmi, tehát, hogy május, június. Tehát, hogy már bőven túl voltunk, a, lehet, hogy a sok eső miatt, én erre tudok gyanakodni, hogy a sok-sok eső miatt repettek meg a fák törzsei, de hát ez nem biztos, hogy jó. Hát mindegy, majd tavasszal, meg, tavasszal, tél végén megint mindenkit átmeszelek, mert egyébként úgy tűnik, hogy így fagyás ellen jó volt ez a meszelés. Mert ez nem akkor történt. Na, a karácsonyfánk is azért még egy parlakfű, de a karácsonyfánk is láthatóan szépen hajtogat. Tehát ez most már megmarad. Ez ilyen, ilyen szempontból neki mondjuk jó volt ez az eső. Hogy folyamatos esik, kevesebbet kellett locsolnom. Megmarad, hát neki is, mint az udvaron bent lévőnek a csúcsa, az úgy tűnik, hogy elszáradt. Pedig azt is locsoltuk kiültetés után rögtön, de a csúcsa elszárad, de majd indít egy másikat valahol. Hát a bent is ezt csinálta, hogy indított egy másikat valahol. Mi van cica, te kis terrorista? Terrorista. Nyomom meg az orocskára. Terrorista. Puty, puty, puty. Na. Nézzük. Nézzük, miket látunk. Hát barack. <laughs> ugye a másik őszi barackfát már lelegeltük. Ezt már múltkor is néztük, hogy ez, ez szarrá van repedve. Tehát ez ugye így is úgy is menthetetlen. Ezt itt hagytuk a madaraknak, de úgy látom, hogy ez meg már megkezdték a bogarak, ez még múltkor éretlen volt. Most már jó lenne, de hát igazán annak lassan mindegy. Macskát! És keresztül esek rajta. Itt van még kettő kicsi, de igazán Én úgy látom azért az idei őszibarat szület az a, az a, másik fáról volt. Ugye van egy ültetésünk, ami, ami tavaly összerültettem. Ő ez, hát őt is szépen elkapta. A levéljukasztó gomba. Most megint kérdés az, hogy mi lett volna, ha nem permetezem Amazonnal, és mi lett volna, ha az Amazon helyett gombaölővel permetezem. Mert elég rottyú néz egyébként ki. De hát amilyen idő volt idén, ki tudja, hogy egyébként hogy nézett volna ki. Ugye, ugye? Ezek azok a dolgok, amik ha túl sok minden változik, akkor nehéz meghatározni, hogy hát mi a tök van. És akkor ha, oppá, ha, már barack, hát ez szintén azért. Na erről lettünk ugye. Ezen volt, ez egy korábbi volt, de hát azért látszik, hogy ennek is igen, csak őszies színei vannak. Hát azért... Na, hát ezt sem mondanám makulátlan állapotúnak. Az viszont tény, hogy most idén tafrina az nem nagyon volt, úgy szokott egyébként lenni, emlékeim szerint, hogy ez szokott inkább tafrinás lenni, az meg levéljük a gombás. Na nézzük ezt a datoja szilvát. Ugye ez az a bizonyos, a bizonyos foltosodó datoja szilva, amin, hát most egyrészt mindenhol hagyok felhajtani, hát aki tudja mi lesz vele. Másrészt úgy látom azért az új leveleken nincs ez a fajta foltosodás, tehát elképzelhető, hogy sikerült eltalálnom, hogy mangán hiány okozza ezt a foltosodást. Ugye egyrészt kapott lomtrágyát, mangánt, meg be is lett locsolva mangánnal, és az összes újhajtás az most már szépnek tűnik, úgyhogy jövő tavasszal mangánnal fogjuk kezdeni, van még belőle. Idén már nem biztos, hogy nagyon toljuk bele a mangán, de ez bíztató, úgyhogy elképzelhető, hogy tényleg mangán hiány, és nézzétek csak, itt van lentről az a két hajtás, amit meghagytam, ami valójában három, ezek már ilyen 40-50 centi magasak, szép nagyok, tehát ezt nem tudom még, hogy ez vajon most ö, vad alany, vagy pedig nemes alany. Itt is egyébként hajt a törzs is. Ugye ez van kurvára szarra repedezve alul. Egyébként ez a fa. Először ugye arra gondoltam, hogy azért ilyen rondák a leveleim, mert nagyon szét van repedezve. Most ha ezek viszont nem vadalanyag, hanem nemesek, akkor ugye meg fogom őket hagyni. Hát, most egy kinézetre tudja a tök. Furcsa, mert ugye még ilyen, hát nem teljesen olyan, mint ez, viszont nagyon hasonlítanak ezek a levelek a fönti Datoja a leveleire, már amikor ugye újjak még. De az is lehet, hogy téves riasztás. Hát, tudja a tököm. Mindegy, most ezt hagyjuk, egy pár év alatt ki fog derülni, hogy ez termőrész vagy sem. Ha termőrész, akkor ebből bokor lesz, nem fa. Ha nem termőrész, akkor majd rájöhet, akkor elvágni. Hát akkor ugye itt most annyival kevesebb energia jut a fára, de. láthatóan még így is út ki új hajtásokat. Tehát én azt mondom, hogy érdemes talán kockáztatni. De hát majd meglátjuk. Tehát itt ebből e, majd kiderül. <síl> Ebből majd kiderül. Aminek szintén nagyon jót tett egyébként a sok eső, legalábbis remélem most is ezt fogom rajta látni, az ugye a fügyénk, amit egy kedves nézőtől kaptunk, és hát bizony-bizony, szépen fejlődik. Az egy kis pilinska ágból, két nagyobb ág lett, szügyig rakva levelekkel, és hát már egész magas, hát az is már, van ma majd 40 centi legalább. Hát reméljük majd a telet is túléli. Na, cseresznye fa, Ugye itt voltak aki írta, hogy hát biztos a homokos talaj nem szereti a cseresznyét. És a cseresznye homokos talaj, tehát így az egyik gyönyörű szép cseresznyefánk, a másik ott van. Tehát annak a fönti fejének biztos, hogy nem ez a problémája. Ó, a som. A som, 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 som. Nézzétek, csak ilyen még sose volt. Pirossak rajta a bogyók. Egész pontosan olyan se volt, hogy legyen rajta bogyó. Tehát voltak bogyók, de nyár végére a bogyókat mindig ledobálta a szom. Most, hogy ez a sok esőnek köszönhető, vagy az, hogy mostara ért be az ő léteit, az nagyon jó kérdés. Ugye itt nagyjából egy 5-6 évet minden szokott, hát nagyon sok minden szokott punyadni, és utána hirtelen föltámadt hamvaiból. Úgyhogy ott közben egy kis pók a zsákmányával látható. Szóval a, a som, gyerekek, a som. Nagyon szép. És szügyik van vele rakva, ott erre vártunk. És én mindig el odáig, hogy megnézzem, hogy egyébként ami minden évben a somnak a levele ilyen piros lett, ez valami korság-e, vagy normális állapot, viszont most messze nem olyan száraz tapintású. Tehát amellett ez ilyen nagyon száraz tapintású szakott lenni, és most nem száraz tapintású, úgyhogy ez tök jó. Na, nő már mindenféle gaz, meg minden nálunk, mint a dudva, de ugye itt nem nő parlakfű. Hát elvétve, de nagyon ritkán. Tehát itt nem nő parlakfű, ahol egyébként ugye a hagyományos gaz tud nőni. Itt is a rózsák már szépen nőnek, ugye? Ez is a terv része, hogy majd itt mindenhol nagy rózsaboklok lesznek. Hála annak, hogy békén hagytuk. Az ösvény most már egy kicsit kevésbé látszik, amit vágtam, de most már augusztusban nem fogok új ösvényt vágni. Majd jövőre, jövőre vágok új ösvényt. Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Go goji bogyó! Gyerekek! A goji bogyónk virágzik. Ugye ez, ez, jött a Gocsi Bogyó Megyeri Szabitól, és hát odáig eljutottunk, úgy tűnik frissen, hát ez most pár hete lett ültetve, hogy ez most virágzik, meg hajt. Macska, ne a kamerát! Ne a kamerát! Meg akartam mutatni a feliratot. De gyakorlatilag ezen hatalmas hajtások vannak. Hát én ezt ugye kegyetlenül megtrágyáztam. Ugye az volt, hogy nem szabad locsolni, de nekem akkor el is kezdett sárgulni nagyon, egy picit meglocsoltam, és úgy tűnik, hogy csak az költött neki, mert megindult, mint az állat. Lehet, hogy most már ki kéne lassan karózni, mert uh, sokat nőtt, és kezd megdőlni, ellenben a mézbogyók. Hát, megint azt fogja valaki hinni, hogy ez fingás, de ezt mindig a számmal csinálom. Múltkor van oda kommentelte valaki, hogy mekkorát durrantottam már, mert ez szájjal csinálom, gyerekek. Ez egyfajta ilyen tanástalan, ilyen igen, Szóval, hát, ezek így néznek ki. Nem tudom, hogy másnál is így néz ki a mézbogyó, nyár közepére, végére, de ezek így néznek ki. Locsolva, tápoldatozva, ez mondjuk kevésbé gyalázatos. Macska! Na, sss! hát meg, és nem, nem megy arra, még így csak kidönti mindjárt a gocsi Kidönti, hol van, hol a fejed, kidönti. Te vadállat! Szóval, ez ugye kevésbé szarul néz ki, de vannak, van egy csomó zöld levele, ezzel még ki is egyeznék egy ilyen állapotta. Azt mondom, hogy jó, hát vannak barna levelei. Kicsit gazolok közben. Vannak barna levelei, vannak zöld levelei. Ezzel kiegyezek, de... De hát ezek, is ugye ez, ez meg a legalja gyakorlatilag, ugye aminek le is kellett törjük az egyik ágát, mert belement egy kukac egy ilyen farontó. Hát ennek is csupa ilyen száraz, kemény levele van. De ez jó ír, hogy 8-9 perc után nem kapcsol ki a Mi 8 a gyári szoftverével. Ugye 8-9 perc után kikapcsolt 4K-val, csak az open kamerával nem. Mi van pusztító? De hát ez csodálatos, hogy a Goji, az is, melegszik, azt érzem. Ez csodálatos, hogy ez a Goji bogyó, az virágzik, gyerekek, ez csodálatos. Ez úgy tűnik, hogy itt jól érzi magát. Na mindjárt körbeérünk. Mindjárt körbeérünk. Ez egy jó, jó kis kamera tesz lesz egyben. Na hát ez a japán körte, ez idén nőtt, 20, 40, 50 centit. Ez nagyon. Ez most nem tudom, hogy a hosúi vagy a kosúje. Az egyik az egyik, a másik a másik. Passzolom. Passzolom, hogy melyik melyik. Ez úgy megvan. Hát ez a mondjuk azt, hogy megvan. Fogalmazzunk úgy, hogy megvan. De ez ugye mindig sokkal ramatyabbul nézett ki. Ez ugye a konténeres, a másik meg a szabad He, Van is rajta valami körte, de hát na. De hát ez mindig, mindig nagyon ramacs volt, ez most ahhoz képest jól néz ki, és nézzétek csak. Fecskék vannak, hát ez most... Ezt most ti nem fogjátok annyira látni, Fecskék vannak nálunk, ott is, ott is lett egy csomó fecske. Javarészt, hogy látom, villásfarkú fecskék egyébként, csak hát túl messze járnak, úgyhogy ezt nem fogjátok látni a kamerába jól. De villásfarkú fecskék járnak erre felénk. Hát az áfonya az itt vegetálgat, vegetálgat, de legalább még nem pusztult ki. Nézzük a jó oldalát. Arra várunk, hogy ez a fenyő itt megnőjön mellette, aztán majd jól nyitjuk a talajt. Ez a fenyő egyébként szépen nő. Tehát ugye, ezt talán két éve ástam ki egy helyről, egy elhagyott helyről, és szépen növöget. Tök jó, megvan. Fokusz! Hát ugye, ez viszont ugye nem tud makrót. Tehát ellentétben az A72-ben nincs makrooptika, ami mondjuk hanyagolható volt minőségében, de adott esetben legalább volt. Múltkor egy ilyen mini baby csigát akartam fölvenni, de gyakorlatilag olyan távolságba kellett hozzá lenni, hogy nem volt értekelhető a mini baby csiga megjelenése a videón, úgyhogy inkább hagytam, illetve fényképet akartam készíteni az Instára. Na hát ez ugye a fönti, ezen is megjelentek azok a foltok, de messze nem olyan erősen. És itt azért van, van várható termés. Szóval itt, itt például ezek a hosszúkás levelek, ezek tökre hasonlítanak arra, mi lent van. Igaz, hogy színben ez sötétebb és kicsit olajosabb kinézetű. Ő viszont most már nem akar felhajtani. Neki, ő is évekig próbált felhajtani, aztán letörölgettem. Most már ő azért nem akar felhajtani. Hát különböző méretű gyümölcsök várhatóak rajta. Hát majd meglátjuk. Hát majd meglátjuk. Egész sok van most rajta, amit nem dobott el. Ezt már megint kifúrta valaki? azt hiszem, itt megint kívánjuk azt a... Időnként, igen. Egy-két gyümölcsöt valami kiukasztanak. És nem tudom kik és miért. Ez még nem is olyan Volt olyan, ami szarrá volt lyukaszgatva. Ez például, ez biztos le is szedem, mert ez nagyon oda van. Ennek nem tudom, mi történt. De ez például van aki... Oh, bocsi. Jaj, jaj! Miért nem jön le? Na. Ezt inkább csak szét vagdosták madarak, vagy valami. Tehát valami, valamik azért szeretnek ezekre rámenni. Azt látom. Az is lehet, hogy bár furcsa. Mert voltak, amik meg egész kicsibe ilyenek voltak nem tudom, ugye azt mondják, hogy ennek nincs nálunk kártevője. Én ehhez képest most már tavaly is láttam, hogy némelyik szét volt lyuggatva, és azokban egyértelműen lyuk volt. Hát ez szerintem gyanús el is, de ott annak is hiányzik a fele. Tehát ott is azt is valami ott megrákcsálta, vagy valami történt vele. Tehát azért itt van van ám az ezeknek valami kártevője, de úgy tűnik, hogy most azért ezen is lesz jó néhány, jó néhány bogyó. Hát szerintem ezt is leszedhetjük, ezt a félbevágottat, mert ennek sincs sok értelme, hogy itt maradjon, csak a többi elől veszél el a kraftot. Ja, ezt valaki megtámadta, ez egyértelmű, ezt a madár megcsócsálta. Életlen még, ne egyétek, baromarcúak! Életlen még, fölösleges! Ellenben az ideredalma az pirosodik. Hopp, vissza az ösvényre. Tartsuk be! Na, kis gesztenye. Hát, ő sokat nem nőtt a látszik egy 2 centit kb. Ugye ez itt fent, ez a fönti rész, ami új rajta. Most egy darab tüskés kis gumó rajta, tavaly sokkal több volt, de végülis neki nem az a dolga, hogy teremjen. Hát igen, itt ez az élet és halál között lebegő cseresznye, hát ezt szerintem majd jövőre tudjuk meg, hogy mi lesz vele, Megmarad vagy nem. Csapadékot azért most kap bőven, Fú, de bizsereg, vagy ilyen zsizseg ez a lila videó abszolút túl próbáljuk ráhúzni. Hát ez zsizseg. Ez zsizseg, és most nem is tudok itt fényből levenni, itt változott a szoftver, a másiknál elejebb lehetett húzni a fényerőből. Itt ha rányomta, ebből egy én kamera mozdulattal, itt nem tudok pedig, pedig visszavennék a fényéről, szerintem sokat javulna az üzgése ennek a dolognak, ez nagyon zsizseg. És akkor almafa. Viszont itt ugye menet közben 4 k mindenhova lehet váltani, láthatóan még szembe kamerára is. Szóval ez most egy ilyen kert és kamera teszt egyben. A kamera kezdő részletét egyébként a kedves tagok dobták össze az elmúlt hónapok gyűjtései folyamán. Ugye van az a csatorna tagság, és hát abból mindig csatornára fejlesztünk valamit. És hát most a havi törlesztő részlet jelentős része is tagsági díjakból fog összeállni, azt kell majd csak picit kiegészítenem. Úgyhogy így nagy részt, a telefon árának nagy részét azt a kedves tagok rakják majd össze, meg eddig is, meg ez után is. Így ebbe a konstrukcióban ugye először le kellett rakni egy ilyen 86 ezer előleget, és aztán most jön egy havi törlesztés még. És nem egy havi, hanem 24 havi, de annak a nagy részét is a csatorna tagdíjakból tudom finanszírozni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm minden kedves csatorna tagnak, és remélem, hogy hát azért ők is elégedettebbek lesznek, mert most amellett, hogy egy picit túlszaturáltabb a képe, mint az A72-nek, és az iriszt is túlhúzza, mindamellett így legalábbis telefonban mindenképpen sokkal szebbnek tűnik a képe. Hát aztán majd képernyőn meglátjuk, mert ugye a telefon képernyő azért az csalóka, itt vannak a jó kis mandulabokraink, és hát ugye itt a határkő, itt a határkő, itt zárunk, eddig tart a birtok. Itt a vége fuss el véle. Sziasztok!